Szervusztok! 2023. július 21-e péntek délelőtt van. A mai bejelentkezésem egy régóta aktuális, a magyar társadalom mindennapi életére, a magyar emberek mindennapi életére kiható, rendkívül fontos kérdést feszeget, vagy próbál meg feszegetni, illetve próbál meg annak a súlyának megfelelően bemutatni nektek, itt, ma és Magyarországon. Megelőző gondolatként először el kell mondanom, hogy ha mi egy 100 embert az utcán megkérdeznénk, hogy mit jelent az, hogy rendeleti kormányzás, akkor közülük 98-99 valószínűleg azt mondaná, hogy én ebben nem tudok választ adni. Nem is igazán értem. Ez valószínűleg valami olyasmit jelent, hogy valaki különleges helyzetben, különleges esetekben hozhat egy rendeletet, amit viszonylag gyorsan életbe kell léptetni. Azért ennél sokkal súlyosabb dologról van szó. Minden jogrendszernek a felépítése meghatározó, hiszen a jog azt jelenti, hogy egy társadalom számára, a tagjai számára jogokat teremt, és kötelezettségeket ír elő. Ezért tudni kell, hogy a jogban, a felépítéskor, az alapelvekben a társadalomnak meg kell egyeznie. Meg kell egyeznie, hogy mi az, amit elfogadunk, hogy korlátozza a mindennapi életünket, azért, hogy az egyre szabadabb, egyre jobb legyen, ha úgy tetszik, a mindannyiunknak, mert egy közösség vagyunk, és ott csak az egyéni érdek nem uralkodhat. Magyarországon ezt az alaptörvénynek kellene betöltenie, nem tölti be, de ennek az előadásnak most nem ez a célja. Az alaptörvény tehát az a legmagasabb szintű jogszabály, amelyben ha valamit megfogalmaznak, akkor minden alatta lévő jogszabályi szintnek ennek az alaptörvénynek meg kell, hogy feleljen. Tehát elvben bármely állampolgárnak, a világ demokratikus jogrendszerében ez gyakorlatilag minimális korlátozással így van előírva. Bármely társadalom, bármely tagja, akinek valamilyen jogszabály kötelezettségeket ír elő, és azok a kötelezettségek a mindennapi életét szerinte nem megfelelően, jogellenesen, túlzottan korlátozza, vagy olyan kötelmet ír rá elő, amelynek teljesítése számára lehetetlen, stb. Még rengeteg eset van, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulhat, és elmondhatja, hogy ez az alsó jogszabály hatálytalan az álláspontja szerint, mert sérti azokat a jogokat és kötelmeket, amelyet az alaptörvény biztosít a számára. Nálunk ez Magyarországon gyakorlatilag nullára van már redukálva. Az Orbáni rendszer olyan jogot alkotott, hogy igazából magyar állampolgárnak már minimális lehetősége van arra, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon, azon kívül, hogy az Alkotmánybíróság pedig nem tölti be a szerepét. De ez egy másik előadásnak a kérdése. A jogrendszer megismerése szempontjából tehát ez rendkívül fontos. Legfelül a hierarchiában az alaptörvény van. Szinte legalul van a rendelet. Az a legvégső helyzet, és általában azt a célt szolgálja, hogy ne kelljen törvénnyel vagy alaptörvénnyel olyan dolgokat is szabályozni, amely kis közösségeket érint. Hát ilyen például, hogy rendeletet alkothat egy néhány száz fős, vagy akár csak száz fős önkormányzat is vidéken, amely ott fontos. Az ott élőknek fontos lehet, hogy mit fognak fejleszteni, hogy hogyan lehet építkezni, hogy hogyan kell a helyszínen együtt élni, mi a területnek, az adott községnek a fejlesztési elképzelése, mezőgazdasági vagy ipari terület, ipari park, de erről ne kelljen az alaptörvényben rendelkezni, hanem itt a rendeleti lehetőséget, azt nagyon alacsony szintre, egy kis csoportra, itt akár egy százfős csoportra helyezik el. Ez a rendelet. A rendeletet tehát alapelveit tekintve, vagy a jogelveit tekintve nem lehetne olyan dolgokra felhasználni, amelyik széles társadalmi környezetet érint. Például egy egész országnak a lakosságát érinti. Erre általában sem lehet. Lehet ugyanazt mondani, hogy valaminek a végrehajtását, de csak az alaptörvényben vagy a törvényekben meghatározott keretek közötti végrehajtásának a finom szabályozását rendeletben mondhatják ki.
de nem rendelettel alkothatnak jogot, hanem csak azt szabályozhatják egész pontosan, hogy mondjuk hogyan töltsd ki az adóbevallásodat, a helyi adóbevallásod, vagy milyen formanyomtatványon adhass be, hogyha konténert akarsz elhelyezni valamilyen területen. Tehát általában a keretek közötti lehetőséget biztosítja. De mindig van rendkívüli helyzet, nem csak Magyarországon. Háborúba kerülhet számtalan ország, gyakorlatilag a világ szinte bármelyik állama. Háború esetében nagyon gyorsan kell dönteni. Ez felülírhat nagyon sok mindent az emberi jogok tekintetében. No, nem mindent. Az élethez, az emberi méltósághoz való jogot szerintem nem. Az emberi jogok egyezményében foglalt jogokat nem lehet felülírni. De nagyon sok mindent igen, és azt lehet mondani, hogy ilyenkor egy gyors jogalkotásnak meg kell teremteni a kereteit. Általában ezt szabályozzák, és ilyenkor előfordulhat, hogy azt mondják, hogy egy adott szituációban, egy adott körben figyelmen kívül lehet hagyni a törvényeket átmenetileg. Mindig biztosítva, hogy az utólag az arra jogosult szervezet, például a parlament, alkotmánybíróság, stb. Értékelhesse és akár visszamenőleg hatályon kívül helyezhesse. De átmenetileg a gyors döntés lehetőséget egy főnek, egy csoportnak, egy kormánynak, esetleg egy államfőnek, vagy háborúban egy vezérkari főnöknek lehetővé teszik. A képen, a háttérkép a jelenleg folyó ukrajnai háborúban készült, az orosz agresszióban, ahol egy független államot egy agresszor, egy végtelenül gonosz diktátor és egyébként elméjében is szerintem már beteg diktátor által vezetett Oroszország támadott meg. De háborúban áll. Először ugyan Putyin elnök ezt tagadta, és folyamatosan azt mondta, hogy ez csak egy különleges hadművelet, vagy különböző neveket adott, aminek a biztonságpolitikában semmilyen tartalma nincsen, mert ha megtámadok egy másik országot, oda katonai erővel átlépem annak a határát az ő beleegyezése nélkül, akkor az egy olyan agresszió, amit háborúnak nevezünk, és aki ott elkezd védekezni, ő is háborút folytat, méghozzá honvédőháborút. A képen láthattuk három szemét. Az orosz, az agresszor vezérkari főnököt, Gerasimov tábornokot, csak egy mellékzönge, hogy körülbelül egy hete, másfél hete nem tudjuk, mi van vele, de ez szintén nem ennek az adásnak a kérdése. Meg is megfelelően is van a vészhelyzethez, az orosz háborús vészhelyzethez igazodva, felültözve, az orosz gyakorlatnak megfelelően, bár most Orbán Viktor nyári ruhája kicsit takarja, de hát ott van a 217 darab kitüntetése. Ott van a másik oldalon, a másik sarokban Zelenszkij elnök, Ukrajna elnöke, aki a háború, a honvédő háború kezdete óta nagyon hasonló módon öltözködik. Bemutatja Ukrajnának ebben a megközelítésben az egyszerűségét, nem a csillagok számítanak, hanem a társadalom, az ország, a nemzet megmentése. De a háborús öltözéknek megfelelően öltözik, és nagyon hasonló öltözékben láthatjátok, ha nemzetközi tárgyalásokon akár New Yorkba utazik, akár a NATO főtitkárával találkozik, vagy más államfővel, vagy otthon fogadja az amerikai elnököt, vagy más nemzetek első számú vezetőit. Ukrajnában is háborús vészhelyzet van. És egy szempontból a harmadik fő, Orbán Viktor ott középen, ő is azonos, hiszen Magyarországon a saját lakályt szavazógépezetével az alaptörvénybe beemelte, hogy háborús vészhelyzetet akkor is ki lehet hirdetni, tehát vészhelyzet van Magyarországon, ha a szomszédban folyik háború. Ez vitathatatlan. A szomszédban honvédő háború folyik, nem háború, honvédő háború, ez a pontosabb kifejezése, egy agresszorral szembeni honvédő háború. Ugyanakkor Magyarországon és Ukrajnán kívül, ha úgy tetszik, akkor a nyugat-európai részen, vagy az Európai Unió bármely tagállamjára tekintünk, nincsen háború. Nincs is háborús vészhelyzet sehol kihirdetve rajtunk kívül. De vegyük komolyan. Vegyük komolyan, mert előbb-utóbb tényleg mindenkinek el kell döntenie, hogy vagy gondolkozik, vagy hisz Orbán Viktornak.
Mert egyre kisebb az én türelmem is abban, hogy elfogadjuk, hogy Magyarországon 9 éve egyetlen személy rendelettel, különböző vészhelyzeteket váltogatva, egyszer sem volt az, különböző vészhelyzeteket váltogatva egy személyben vezeti az országot, este kitalálhat valamit, ami reggel hatályban lép. Még éjszaka azt is ki van dolgozva, hogy éjszaka ki is hirdetik a rendeletét, és már másnap reggel hatályban is lép. Az egyszemélyes döntéshozatal, az egyszemélyes jogalkotás egyetlen társadalmi formátumra jellemző, a diktatúrára. Azokra az országokra, ahol a jogot egy személy vezeti, egy személy dönti el. Nálunk több mint 9 éve ezért is vitathatatlan, hogy diktatúra van. Néhány évvel ezelőtt, tehát 4-5 évvel ezelőtt még, Magyar Bálinttal, maffia kormányzásról, vagy diktatúráról beszélve, ketten beszéltünk leginkább a nyilvánosságért, hogy Magyarországon diktatúra van, amelyet akkor szinte rajtunk kívül senki nem fogadott el, hanem mindig nagyon udvariasan azt mondta, hogy a jogállamiságot sértő, annak a mesdjéjén látó vezető Orbáni intézkedések vannak, na de hol van még a diktatúra? Amióta rendeleti kormányzás van Magyarországon, azóta diktatúra van Magyarországon. Csak ma már nem csak a tény, a jogfeletti kizárólagos uralomból adódó diktatúra áll fönn, nem csak az, hogy ez a lehetőségét teremti meg, hanem Orbán Viktor élt is ebben a hatalommal, és ma már meghozott szinte minden olyan intézkedést a jogalkotás területén, amelyet egyébként a történészek is az elmúlt évszázadok vagy évezredek tekintetében a diktatúráknak a jellemzőivé, a minden diktatúra jellemzőivé teszik. Amis csak azok az állítások, amelyek azt mondják, hogy ha én ma például ma még ezt szabadon elmondhattam Magyarországon, és nem vagyok börtönben emiatt, akkor Magyarországon nem beszélhetünk diktatúráról. Az, hogy egy diktatúra miként bánik, miként fosztja meg az embereket a jogaiktól, annak milyen szintjén, az a diktatúra egyik jellemzője. A lényeg az, hogy megfosztja. Megfosztja a társadalmat. Van olyan diktatúra, amelyik csak a választási jogtól fosztja meg. Ilyen például egyébként a szabad választási jogunktól való megfosztása Orbán Viktornak az egészére. Van olyan, ahol csak pénzi gazdaságilag lehetetlenítik el a velük szemben állókat. Vagy az állásuktól fosztják meg, akik nem hajlandók a diktatúra elveibe, lojalitásába beállni. Folyamatosan rúgják ki a tanárainkat, és hozzák azokat a törvényeket. Van, ahol a kultúrába teszik, és van, ahol kivégzik. Van, ahol börtönbe zárják, mint Erdogán Törökországában. Vagy Oroszországban, ahol a Kreml véleményével, azaz Putyin elnök véleményével ellentétes véleményt alkotók akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. Ezek csak minőségi fokozatok, de mindegyik azt jelenti, hogy meg vagy fosztva valamilyen jogottól, amelyek elvitathatatlan emberi jogok lennének, és ez a diktatúrának a lényege. Magyarországon ez így van. De ha valaki mégis úgy gondolkodik, hogy ő ezt így nem érti, nem látja át, akkor kell az ember, hogy mondhassam, kell, hogy legyenek olyan példák, bemutatások, amelyek már tényleg nem vitathatóak. Amelyeket talán mindenki a 30 évvel ezelőtt 4 általánost végzett, ezébként azóta a tanyán, a családi vagy az állati környezetében dolgozó személyek számára is nyilvánvalóvá válik. Vannak ilyenek, amiből meg lehet magyarázni, hogy szemfényvesztés az, ami ma Magyarországon van. Nincs Magyarországon vészhelyzet, de mondjuk azt, hogy van. Van, és Orbán Viktornak nem csak egy szavazógépe van, hanem egy tudatos szavazótábora. Biztosítja ezt már több mint 9 éve a számára, az elmúlt 2 évben a szomszédban folyó háborús vészhelyzet tekintetében biztosítja számára ezeket a jogokat. Jó, legyen vészhelyzet. Vészhelyzetben van az ország. De ha vészhelyzetben van az ország, akkor hogyan fordulhatott elő, hogy minden évben, és Gulyás Gergely legutóbbi kormányinfo bejelentésében, a következő hónapban is Orbán Viktor
Magyarország miniszterelnöke szabadságra megy. Az adott képen azt hiszem az elmúlt évi szabadságán látható, talán a borotválkozásból az is látható, vissza lehet rá emlékezni, ha valaki nem figyelte az akkori mindennapokat. Közel egy hónapig volt távol Magyarországtól. Vészhelyzet van, és a miniszterelnök, az ország egyes számú döntéshozója, a rendeleti kormányzója elhagyta az országot. Hát ha ezt megtette, az csak egyetlen okkal lehetne indokolni, ha menekül. Erre utal ennek a bejátszásnak, a mai bejelentkezésemnek a címe és az alulfutó szöveg is. Hogy Orbán Viktor csak akkor hagyhatja el egy vészhelyzetben az országot, ha menekül. Ha magára hagyja a süllyedő hagyót. Mert ha vészhelyzet van Magyarországon, akkor a köztársasági elnök, Magyarország miniszterelnöke, Magyarország külügyminisztere nem mehet el az országból, vagy csak rendkívüli esetben, kifejezetten csak azért, hogy a háborús, a védelméről, az ország védelméről gondoskodjon. Ilyenek azok a nagyon rövid látogatások, amikor Zelenszky elnök, bár az első évben nem hagyta el Ukrajnát, amikor például a NATO csúcs találkozójára elmegy, és megpróbálja a NATO tagállamokat meggyőzni arról, hogy Ukrajna ma a fejlett nyugati világot és a demokráciát is védi, majd hazamegy. És ugyanilyen látogatásokat tesz Franciaországban, Németországban egy-egy napokat, ahol arról tárgyal, hogy milyen fegyverekre van szüksége, és milyen logisztikai, informatikai és hadászati támogatásra van, hadieszköz támogatásra van Ukrajnának szüksége ahhoz, hogy az orosz agresszorral szemben fellépje le, honvédőháborút folytatva megvédje a fejlett demokratikus nyugati világot. Szabadságra, a horvát tengerpartra, Katarban találkoztatok ti akár az orosz vezérkari főnökkel, akár Zelenszky elnökkel a futballvilágbajnokságon. Ez elképzelhetetlen. Ez egy elképzelhetetlen. Ennek megfelelően valahol humornak szántam, de a humor helyett sokkal inkább egy nagyon komoly dolgot szerettem volna azzal bemutatni, hogy mikor Orbán Viktor, Novák Katalin vagy Szijjártó Péter több száz alkalommal az elmúlt évben elhagyta katonai gépen a magyar nemzetet, a Magyarországot, akkor azt, ha vészhelyzet van, azt csak azzal lehetne magyarázni, hogy akkora vészt láttak, hogy gyávák, és nem maradtak ott a nemzetüket a vészhelyzetben megvédeni, hanem elmenekültek. Méghozzá végtelenül gyávák, és végtelen sok alkalommal elmenekültek. Majd amikor külföldön tartózkodva rájöttek arra, hogy már Magyarországra mégis visszajöhetnek, nincs okuk arra a nagy menekülésre, akkor hazajöttek, és itthon tovább folytatták a nemzetromboló tevékenységüket. Számomra tehát nem az a probléma, hogy katonai gépekkel elmentek, hanem az a problémám, hogy hazajöttek. Bár elmennének, és maradnának is valahol külföldön. Hogy ez a nemzet újra tudja építeni saját magát, a jövői, a jelenét, a közeljövőjét és a jövőjét. De talán ez a példa és ez a kép is jól mutatja, hogy Magyarországon egy propaganda kormányzás van, és talán, bár most már egyre több Fidesz támogatói körben és egyre szélesebben, mint egy egyharmada azt mondják, hogy valami nincs rendben az Orbáni kormányzással, de mutassátok meg nekik ezt a képet. Mutassátok meg, hogy vészhelyzet van évek óta, most háborús vészhelyzet van, 2 éve Magyarországon, és ebben a háborús vészhelyzetben a horvát tengerparton üdül a magyar miniszterelnök. Ez egy olyan nyilvánvaló képtelenség, amelynek valamelyik pontja nem igaz, nem lehet igaz. Persze, valamennyien tudjuk, hogy nem háborús vészhelyzet van, hanem diktatúra van. A diktátor pedig, ha úgy látja, bár félni szokott, hogy amíg ő szabadságon van, addig otthon megfosztják a hatalmától, de az elmehet szabadságra. Háborús vészhelyzetben az ország miniszterelnöke szabadságra egészen biztosan nem mehet. Úgyhogy Orbán Viktor a bejelentés szerint idén augusztusban is szabadságra fog menni,
nem mondta el Gulyás Gergely, azt mondta, hogy ez magánügy, nem adhat róla tájékoztatás, hogy hová fog menni, ezért csak a tavalyi képet tudtam nektek bemutatni. De időszerű lesz a következő napokban, ha figyeltek rá, hogy vajon Magyarországon, a magyar parlament, amíg Orbán Viktor mondjuk ismét a horvát tengerparton, vagy máshol a szabadságát tölti, addig felfüggesztik-e a háborús vészhelyzetet. Kimondják-e, hogy azért ment el a miniszterelnök szabadságra, mert már biztonságban vagyunk. Azaz nincs szükség rendeleti kormányzásra, nincs szükség Magyarországon a háborús vészhelyzet fenntartására. Mert ha fenntartják, az képmutatás, az aljasság a magyar nemzettel szemben, és aljasság minden olyan intézkedés, amely ezen időszak alatt, ezen az időszakban, az elmúlt 2 évben, vagy a megelőző időszakban vészhelyzetre hivatkozva a magyar nemzetet, a magyar állampolgárokat fosztotta meg jogaiktól. Fosztotta meg attól, hogy a parlament töltse be a szerepét parlamenti rendszerben, és hogy ne lehessen olyan döntéseket hozni, amelyek például bírósági ítéleteket változtatnak meg egyik napról a másikra, ha úgy érezné, hogy mondjuk az egészséges szolgáltatás területén a bíróság esetleg a pert indító pedagógus szakszervezeteknek adna igazat. De ez ma már nem egyedülálló, hanem lassan mindennapos a bíróságok beavatkozásában. Szeretném, ha ezen elgondolkodnátok, és értenétek, hogy a cím, a leírás, az nem humor, hanem rendkívül komoly. El kell dönteni, hogy Orbán Viktornak hiszünk, de akkor mit keres? Akkor menekül Magyarországról több tucat alkalommal, a külügyminiszterével és a köztársaság elnökével együttesen, vagy egyszerűen becsapja, megcsalja, kifosztja, lerabolja a magyar társadalmat, és folyamatosan, hosszú évek óta akadály nélküli nemzetromboló tevékenységet folytat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogyha ezen elgondolkodtok és hasznosnak tartjátok, akkor osszátok meg, hogy talán minél szélesebb körhöz jusson el. Ha úgy gondoljátok, hogy ez számotokra is mindig hasznos, és még nem tettétek meg, akkor pedig kattintsatok rá az oldalon a követem gondra. Köszönöm szépen, szervusztok, még egy szép munkás délutánt, ha nem vagytok éppen szabadságon, majd egy szép hétvégét kívánok mindannyiótoknak.